Köszöntöm a kedves nézőket! A csendes percekben a Golgotai keresztről mondok néhány gondolatot. Több évvel ezelőtt Turicsén voltam lelkész, és ott, amikor prédikáltam a templomban, a Golgotai kereszt fontosságáról beszéltem, láttam, hogy két asszony különösen nagyon odafigyel, de aztán úgy nem kérdeztek engem a további dolgokról. Hát ők úgy gondolták, hogy ha a kereszthez kell járulni, akkor ők kimennek a temetőbe, ott találnak egy keresztfát, és ott megállnak, és várakoznak. Hát a lelkész azt mondta, hogy a kereszthez kell menni, hát ők megteszik ezt a lépést. Aztán később, amikor megtérte ez a két asszony, elmondták, hogy ők először a temetőbe, a keresztfához mentek. A megtéréskor értették meg, hogy nekik a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztust kell keresni. Aztán ők nagyon átadott életű keresztjének lettek emberekkel, akikkel csak találkozták, elmondták, hogy az ő nyomorult életüket a Krisztus keresztje, a megváltó felemelte és új emberré tette. Török professzor úrtól azt tanultam, hogy az életfája termelte számunkra a bukást, a golgotai a pedig a felemelkedést. És ez az igazság, hogy az édenfájánál elbukott az ember, a keresztnél pedig az ember felemeltetést talált. És a kereszt meghatározza az életünket. Napjainkban valahogy elhomályosodik a kereszt jelentősége, sok szó esik a szeretetről, az örömről, de hogy a Golgotáról, hogy a Krisztus vére kiontatott a bűneinkről, valahogy elhalványul. A keresztnek nagyon fontos üzenete van a számunkra, hogy van üdvösség, van bűnbocsánat, van új élet is, hogy örök életet készített nekünk Krisztus a Golgotán, hogyha Jézus Krisztusba hiszünk, akkor, hogy az egész életünk átrendeződik. És azt szeretném nektek hangsúlyozni, hogy a Krisztus keresztje azt jelenti, hogy először is, ugye meghalt Krisztus a Golgotán, másodszor a világnak meg kell halni számomra, és harmadszor pedig, hogy én halok meg a világ számára. Krisztus halála az üdvösséget jelenti számomra. A világ halála számomra azt jelenti, hogy nem vagyok kapható arra, amit a világ felkínál számomra. Nem megyek bele. Valaki azt mondta, hogy számomra akkor ért el a világ vége, amikor megtértem. Igen, le lehet számolni a világgal. És van ilyen is, a harmadik dolog, hogy én meghalok a világnak. Nem akarok a világnak szolgálni, nem akarom lekötni az életemet a világ számára, hanem én Jézus Krisztusnak akarok élni. Tehát, testvérek, nem elég a Krisztus keresztje alatt időzni, nem elég a Krisztus keresztje alatt nekünk könnyeket hullatni, nem elég síránkozni, hanem hogy keresztre kell nekünk is jutni, keresztre feszített életünknek kell, megfeszített életünknek kell lenni. Hiszel-e abban, hogy a te életed is keresztre feszített élet, hogy Krisztussal meghalsz, hogy élj a feltámadott Krisztus győzelmében. Krisztus az élet, és Krisztusban érdemes hinni. Add át szívedet a megváltónak, és élni fogsz.